2009-ben kezdtük el a Nálasi Történelmi Fesztivált szervezni. Valójában teljesen civil alapon, jelen pillanatban is 14 év után is egy civil egyesületként szervezzük. Természetesen kell hozzá a városunk támogatása is, illetve rengeteg partner. Nem volt olyan tematikus rendezvény a Nálasdi Várban, az intézményben, ami kimondottan a történelmi hagyományokat célozza. Szeretünk mindig változtatni, de vannak fix elemek. Az egyik ilyen a hagyományőrzés nyilván szorosan, az a minden évben az a nagyságrendileg 200 fő hagyományőrző, akik itt táboroznak, és itt élik életüket ebbe a három napba, folyamatosan bemutatóznak. A hangulat is nagyon jó. Már mi nem sátorba alszunk, de sokáig itt szoktunk maradni este is. Nagyon jó hangulat. Eddig Kőszegen, Tatán voltam, és most vagyok itt Erőszesárváron. Részt vettem ugye a csatákon, és nagyon jók voltak tényleg, meg a felvonuláson, az nagyon jó volt. A történelmiség, a történelmi hagyományok mellett igyekszünk olyan kulturális programokat is, a programokkal is kiegészíteni, hogy minden látogató megtalálja a legkisebb gyerekektől kezdve a felnőttekig a neki való programokat. Nem a gyerekek egymás ellen harcolnak, hanem a gyerekek a martalócok ellen, a mi csapatunk tagjai ellen harcolnak, és ezt követi egy apró davatás. Ha a gyerekek is élvezik, kicsit mi is élvezik, akkor teljesen rendben van, és már volt, van olyan helyszínünk, ahol évek óta folyamatosan visszatérnek ugyanazok a gyerekek, ezért mi igyekszünk egyébként picit módosítani mindig az előadáson. Várt hittől balra eső terület, ahol most vagyunk. Itt elsősorban a török csapatok táboroznak, és a hídnak a jobb oldalán, ha szembeállunk a várat, pedig a keresztény seregek. Nincs akkora különbség a törökök és a magyarok viselete között, ezért most jelen esetben éppen a török tábort erősítjük. Van egy forgatókönyv, tehát tudjuk, hogy ki fog győzni, de azért, ha szétnézünk az egyesületek között, akkor itt nagyon sokan vannak, akik legalább 10 éve csinálják. Tehát ennyi idő után nagyon sokszor már tényleg az improvizáció az benne van az embereknek, hogy mondani szokták a kis ujjába. Az igazi visszajelzés számomra az, amikor egyrészt a fellépők, a látogatók azt mondják, hogy jól érezték magukat, izgulunk, és még azt gondolom, hogy addig jó, amíg megvan ez a kis gyomorideg, mert akkor még van keresni valónk itt még sok-sok hosszú éven keresztül. Nagyon régóta járunk már ide a Nádasdi Fesztiválra, és nem is emlékszem már pontosan hány éve, nagyon régóta. És hát a programunkban úgy van, hogyha véletlenül netalántán egyszer elmaradna a rendezvény, akkor mi otthon maradnánk. Tehát, hogy nem igazából mennénk át másik rendezvényre. Úgy indultunk, hogy ez egy ilyen baráti összejövetel lesz, egyfajta találkozó, aztán kinőttük magunkat így a 14 év alatt. Azt is lehet mondani ránk, Sárvár meghatározó nagy rendezvénye vagyunk.